A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a Telenne magazin nézőit, Sarkadi Krisztina vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát. Képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán. Új feladatokat adott a Covid a polgárőrségnek. Spanyolországba készülnek a tolnai ifjúsági fúvósok. A Mözsi helytörténet kutatója kaktuszokat is gyűjt. Ismét összeült a tolnai önkormányzati testület, ahol többek között döntöttek a város ezévi költségvetéséről is. A következő percekben Apelshofer Ágnes polgármester számol be a részletekről. Képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán. Apelshofer Ágnes polgármester elmondta, az egyik legfontosabb napirendi pont a város 2022. évi költségvetése volt, amit ezúttal is elfogadtak. Nagy öröm számomra, hogy a képviselőtársaim valamennyien megszavazzák a költségvetési rendeletet rendre minden évben. Ebből is látszik, hogy sokkal inkább várospolitika, mint pártpolitika van az önkormányzati üléseken, és ez különösen fontos számomra akkor, amikor egyébként országgyűlési választások lesznek, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégáimmal sikerült ezt a költségvetési rendeletet úgy előkészíteni, hogy ezt a képviselőtestület elfogadta. A sarokszámok, ez egy 2,5 milliárdos főszegű költségvetés. Alapból ugye ezt február 15-éig kell a polgármesternek beterjesztenie, tehát volna mód arra, hogy ezt később fogadjuk el. Szóba is került egyébként az ülésen, hogy esetleg a jövőben előzetesen egy kicsit egy koncepciót fogadnánk el, és később kerülnének be ezek a költségvetésbe. Előfordulhat, hogy a jövőben ez akkor nem február 15-i döntés lesz, hanem egy kicsit későbbi. Nyilván a biztonságos működést beterveztük, tehát akár az önkormányzat, akár az intézményei, akár a polgármesteri hivatal tekintetében biztonságosan fog tudni működni a város. Az önként vállalt feladatoknál részben döntöttünk, részben pedig a jövő üléseken, vagy a következő üléseken fogunk dönteni. A város vezetője elmondta, hogy 10 millió forintot biztosítanak a tolnai önkormányzati tűzoltóság működésére. Ez egy nagyon fontos cél az önkormányzat számára, ugye főként állami normatívából, és hát azért egy jelentős összeggel Tolna város önkormányzata is hozzájárul az önkormányzati tűzoltóság működéséhez, de én azt gondolom, hogy a tolnai emberek biztonsága az első, tehát ez nem szabad, hogy pénzkérdés legyen. Megint felmerült, hogy esetleg a vonulási területen lévő önkormányzatok hozzájárulhatnának a működéshez. Fácánkert minimális összeggel hozzá is járul. Én biztos vagyok abban, hogy a másik két önkormányzat nem azért nem járul hozzá, mert nem akar, hanem azért, mert szűkösek az anyagi forrásai, de tekintettel arra, hogy nem az önkormányzati tűzoltóság dönti el, hogy mi a vonulási területe, hanem ez katasztrófavédelmi feladat, tehát a belügyminisztérium az, ahol eldől, hogy hova kell vonulniuk, és mint ahogy mondtam, hogy a finanszírozás nagy részét is állami normatívából fedezzük, így nem tehetjük, és azt gondolom, hogy nem is szabad megtennünk, hogy azokra a településre nem vonul ki a tűzoltóautó, ahol szükség van rá a vonulási területen. A költségvetésről még esetleg annyit, hogy a fejlesztésekben most kizárólag olyanok kerültek be, amikről korábban döntés született, és majd a későbbi az összes többi tartalékba került, akár működésben, akár fejlesztési tartalékban, és a későbbiekben fogunk dönteni arról, hogy esetleg milyen jövőbeli elképzeléseink vannak. Nyilván vannak ötletek, van olyan dolog, ami tervezés alatt van. A pontos összeg meghatározásakor tudjuk ezt a költségvetési rendeletbe foglalni, úgyhogy én
még egyszer mondom, hogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt így elsőre elfogadta a képviselőtestület. Továbbá döntés született arról is, hogy eladnak egy telket az új kerékpárút mellett. Itt egy értékbecsülővel felértékeltettük az árat, de a képviselőtestület úgy döntött, hogy ennél egy magasabb áron szeretné meghirdetni. Képviselőtársaim azon a véleményen vannak, és én magam is, hogy az egy viszonylag csekély jár, tehát még első körben egy magasabb áron szeretnénk meghatározni ennek a vételi árát. És tekintettel arra, hogy ez az ülés, ez egy januári elhalasztott ülés volt, mert ez egy rendkívüli ülés volt tulajdonképpen, de január végén elmaradt a rendes ülésünk, úgyhogy egy kicsit több napi rendi pont volt, de jövő héten csütörtökön újra találkozunk, hiszen a februári rendes ülés soron következő ülést fogjuk tartani. A technikai lehetőségek megfelelőek, a létszámra ráférne a bővítés, az elfogadottsággal sincs baj. Így foglalta össze az elmúlt évet a Tolnai Polgárőrség parancsnoka. Szilák Henrietta arról is beszélt, a COVID-járvány új feladatokat is adott a szervezet tagjainak. Az szinte természetes, hogy amikor lehet rendezvényt szervezni, a látogató közönség a lebonyolítók között minden esetben találkozik a polgárőrség tagjaival. De az sem feltűnő már, hogy az esti órákban a szervezet gépkocsija járja az utcákat, segítve ezzel a közbiztonság fenntartását. A polgárőrség létjogosultságát nem kérdőjelezi meg senki, így a helyi önkormányzat Tolnán is hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet működőképessége fennmaradjon. Ennek megfelelően a helyi szervezet vezetője Szilák Henrietta azt mondja, gazdaságilag és feladataik elvégzésében is kiegyensúlyozott évet zárhattak. Az Országos Polgárőrszövetségtől, illetve Tolnai Önkormányzattól kapunk minden évben támogatást. Messzemenőleg segítik, támogatják a munkánkat a város is, és tulajdonképpen mind a gépjármű működtetésével, illetve egyéb más költségeinket tudtuk teljesíteni, meg tudtuk oldani. Jelenleg 16-an vagyunk, ebből 13-14 fő, aki aktív szolgálatot lát el. A másik, van két fő, aki gazdasági oldalról segíti, támogatja a munkánkat, illetve a felügyelőbizottság tagjai. Az alapfeladat, mely a közterületek biztonságának biztosításában való részvételt jelenti, nem változott. A helyzet azonban új kihívások elé állította a szervezet tagjait. Mostani helyzetben egy kicsit azt mondom, hogy úgy nyugodt a város, mert ugye az emberek megszokták azt, hogy otthon vannak, nem nagyon mennek utcára. Az utcai randalírozás is ebből kifolyólag, én azt mondom, hogy mondható, hogy megszűnt. Persze van egy-egy eset, tehát vannak rendítés emberek, de tulajdonképpen most csönd és béke van. Igazából talán az illegális hulladéklerakás volt az, amiben szerepünk volt, habár ebben is nagyon sokat lépett a város előre, és most talán ez is rendeződik. Egy-egy háznál vannak ilyen problémák, de a közbiztonságot én azt mondom, hogy most csönd van, tehát viszonylag csönd van a városban. A közterület felügyelővel is rendszeresen, havonta kétszer szolgálatba egy kollégánk jár, kijárja a területeket, a várost ellenőrzi, egyrészt a hulladéklerakást, másrészt az utak állapotát, a közlekedési táblák állapotát, illetve hát részt veszünk a városban ez a közlekedési munkacsoportban is, ugye, akik a közlekedést változtatásában dolgoznak, és ott is az észrevételeinket, javaslatainkat el tudjuk mondani. Nagyon sok program elmaradt, iskoláknál, óvodáknál nagyon sok rendezvény nem volt megtartva, így a rendezvénybiztosítási szerepünk egy kicsit átalakult, illetve hát ugye ez az új, ez a járványhelyzete való tekintettel többször kértek fel bennünket úgy rendezvényeknél, hogy a védettségi igazolványokat segítsünk ellenőrizni a beléptetésnél. Én úgy gondolom, hogy a lakosság nagy része támogat bennünket. Nagyon sokszor kapunk telefont segítségkérésként, vagy jelzést, ha valami problémát találnak a városban. Hát biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem olyan a jelenlétünk, ugye esetleg, ha szólunk valamiért, ugye azok nem biztos, hogy tetszik nekik, vagy szeretik, de én úgy gondolom, hogy azért örülnek annak, hogyha ott vagyunk az utcán, és látják, hogy kint vagyunk, jelen vagyunk. Bár ahogy hallottuk, az elfogadottság megvan, ám az nem jelenti azt, pont úgy, ahogy más szolgálatot teljesítő civil kezdeményezések esetében, nagy létszámban jelentkeznének a polgárőrség soraiba. Évek óta küzdünk azzal, hogy szeretnénk a polgárőrség létszámát bővíteni. Itt nem
tizenvalahány főre gondolok, itt 4-5 fő is az, ami már segítene nekünk. Sajnos a fiatalok, de én még mondhatnám, hogy a középkorosztály is elég nehezen lehet bevonni ebbe a munkába, az önkéntesség, ugye ez nem igazán működik. Egyik oldalon ugye látják, hogy azért vannak szabályaink, tehát egyenruhában megyünk, azért itt meg kell tanulni a szolgálatellátásnak a szabályait. A másik oldalon meg ugye azt mondják, hogy hát ők nem mennek ki, ők inkább otthon maradnak, vagy nekik nagyon sok dolguk van. Szeretnénk azért ebben egy kicsit előrelépni, ez most már végül is több éve célunk, megpróbáljuk a fiatalokat megszólítani. A célközönség a középiskolások hada, akik az érettségihez kötött kötelező 50 órás közösségi munkát a polgárőrség sodaiban is teljesíthetnék. Most rövid reklám következik, majd a Tolnai Ifjúsági Fóvózenekarhoz látogatunk, akik számára elérkezhetett a várva várt spanyolországi vendégszereplés. Mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Fontos nemzetközi szereplésre készülnek a Tolnai Ifjúsági Fóvózenekar tagjai. A fiataloknak Spanyolországban lesz egy fellépésük egy rangos versenyen. Ennek apropóján kerestük fel őket az egyik első próbán. Ezt már igazából egyszer megtanultuk ezt a műsort. Spanyolországba készülnek nyáron a Tolnai Ifjúsági Fóvózenekar tagjai. Emiatt már lázasan próbálnak, nem véletlenül. A nemzetközi bemutatkozásra ugyanis egy rangos verseny keretén belül kerül sor. Júliusban kerül megrendezésre, 13-ától 17-ig, és 14-én lesz a mi korcsoportunk, vagy kategóriánk, úgyhogy erre készülünk most január óta. A zenészek már évek óta próbálnak részt venni ezen a versenyen, sőt 2 évvel ezelőtt már el is dőlt, hogy odavárják őket. A koronavírus járvány viszont eddig mindig közbeszólt. Ez most már lassan 2 éve húzódik ez a dolog, ugye itt a vírushelyzet miatt sajnos nem tudtunk kimenni az eredeti időpontban, és a spanyolok úgy döntöttek, hogy akkor, amikor, tehát eredetileg megrendezték volna 2 évvel ezelőtt, ugyanazt a pár zenekart hívják meg erre a versenyre, és akkor úgy minden marad a régiben, csak eltolt időpontban. Thank you.
A verseny szabályzata szerint egy autentikus spanyol darabot is elő kell adniuk a nevezőknek, ez pedig igazi kihívás a tolnai zenészek számára. Spanyol képek az a címe, hát egy ilyen tipikusan spanyolos ritmusokkal és hangzásvilággal ellátott darab. Szakmailag azért kihívást jelent nekünk, ugye mi nem ebben szocializálottunk, ebben a hangzásban, meg ritmikában, és hát nem könnyű nekünk megtanulni, nyilván egy ilyen anyanyelvi környezetből egyszerűbb dolgok van a versenyzőknek. Megbirkózzunk vele, én úgy látom, hogy azért szépen össze fog állni, emellett kell játszanunk majd egy szabadon választott művet, van egy időkorlátja a darab választásoknak, azt hiszem a mi kategóriánkban 20 percet lehet összesen játszani, illetve van egy olyan darab, amit nem zsűriz a zsűri, viszont hát ilyen bemelegítő jelleggel mégis azért ott el lehet játszani a teremben, és akkor ezzel kipróbáljuk, hogy milyen a helyszín. A tolnai zenészek tehát nyáron Spanyolországba utaznak, hogy az ottani közönség szívét is meghódítsák. Laszkowski Imre évtizedek óta gyűjti a kaktuszokat, különleges példányok is a tulajdonában vannak. Emellett Imre bácsi a mözsi helytörténet kutatója is. Laszkowski Imre, kertészmérnök. Hobbija évtizedek óta, hogy kaktuszokat gyűjt. A 60-as évek óta foglalkozik a növényekkel, igaz most már leépíti az állományt, mert hogy időskorára való tekintettel fárasztja a velük való foglalkozás. Ilyenkor télen együtt él a növényeivel, majd április végére költözteti ki őket a kerti üvegházba. Hát ez a kaktusz, ez olyan 30-40 éves korába kezd virágozni. Hát ez nem tudom, hogy meg fogja élni még azt a kort, hogy jobban, hogy én megélem-e, mert ennél csak olyan 25-1-néhány év körül van. Akkor ezek a másik fajták ránézetre őszapónak nevezett magyarul kaktuszok, amikor először behozták Európába, az ittenek azt mondták, hogy útközben miért ragasztottak erre kecskeszőrt. Mert hát hasonlít hozzá. Két évig ugye kötelező gyakorlat volt, azt utána csak kikötöttem itt mözsön, és hát akkor én nem is tudom, hogy valahogy a feleség vette, piacon látott egy ilyen kis virágzó kaktuszt, azt megvette, csak úgy virágképpen, mert akkor még ennek a háznak csak a fele volt a lapós anyósomóké. És akkor mindig több lett, aztán megszerettem őket, mert egyszer kis helyen elférnek, nem nőnek gyorsan, tehát nem nődik hamar ki a lakást, úgy, mint mondjuk ez a pálmaféle itt mögöttünk, ugye, vagy a filodendronok, hogy 70-80 centi átmérő levelük van, és szépen virágoznak, ha egyszer elkezdenek virágozni, akkor aztán az minden évben virágzik. Elkezd április-májusban virágozni, és egész úgy október-szeptember végéig, hát úgy közbe-közbe egyedik, hogy ez virágozhoz. A gyűjtemény legkülönlegesebb darabja egy kubai kaktusz. Nem szép, most, de ha virágzik, igazi kuriózum. Égkirálynője, egy kubai cseretástól van a magja, még valamikor régen a Károly doktor úr, nem tudom, ismerték-e vagy nem, Mözsönbót már meghalt. Még annak a felesége ilyen képeslap gyűjtő volt, és az valahogy kapcsolatba került ezzel a kubaival, és az akart kaktuszos könyvet, mert ott náluk nem lehetett, akkor küldtem neki, és akkor ő küldte ezt a magot. Na, az a lényeg, hogy akkor tájban még sokat én se olvastam róluk, és nagyobb gyűjtőktől tudtam meg, hogy ez majd akkor, azt mondta az egyik, azt, majd akkor virágzik, amit legszívesebben már kidobnám, mert olyan össze-vissza kusza valami, de viszont a virágja az nagyon szép, ilyen 20-25 cm hosszú virágszáron, szintén egy ilyen 25 centi átmérő nagy fehér virág, illatos fehér virágja van, amelyik este nyílik ki, és akkor reggelre velvet. Hát éj királynőjének is hívják. Imre bácsi a virágok mellett a helytörténettel, egészen pontosan a mözsi kitelepítettek sorsával foglalkozik. Két könyve jelent meg e témában. Egy illető
a megyének több község, majdnem minden községéből összeírta, hogy kik a kitelepítettek Mözsről is. Ott is írt, ott már megint majd 500 valamennyit írt, tehát egész más szám volt, és ott név szerint ugye föl voltak sorolva az egyének, és ugye a feleségem is sváb származású, és ugye ők is itt, meg a sógornőm is, és azok ismerték itt a helyieket, és ahogy nézték, na ez sincs benne, ez sincs benne, az sincs benne. A feleségem révén valami unoka, testvérük valakik szintén nem voltak abba benne, és akkor már nyugdíjban voltam, rá is értem, különösebb, hát a kertben volt munka, egy héten, egy fél napot a levéltárba elmentem, és akkor kezdtem kigyűjteni az adatokat. Hát ott aztán szintén 600 valamennyit találtam. Minden évben, és aztán szeptemberben valahogy pályázatot beadni, ha valaki az ottani munkájába. Hát csak egy ilyen 20-30 oldal, egy ilyen A4-es lapunk volt, lehetett beadni. Azt meg is írtam, ott olyan harmadik díjat kaptam, és akkor ott mondták, hogy ki is adnák könyvformájában ezt, de bizonyos dolgokat kihagynának belőle, mégpedig pont azokat, akikre ismerősök révén Németországba kitelepítetteknek is írtam, hogy írják meg, hát nem az önéletrajzukat, de a gondolataikat a kitelepítésről, és ezt pont ezt hagynák ki. Hát mondom, ezek a szegények, ha erre vállalkoztak, ennyi év után is magyarul vagy németül tudtak írni, hát mondom, akkor azt nem. És akkor így alakult az, hogy hát próbáltam itt nézni utána, hogy kik azok, akik ezt dotálnák nekem. Hát aztán ilyen több helyre elmentem végül, az akkori polgármester, már szegény meghalt azóta, az azt mondta, ami különbség lett, azt ők kifizetik. Na, és akkor így került kiadásra ez a könyv. 13-14 körül, akkor még utána elkezdtem gyűjteni a hősi halottakról, adatokat róla, akiknek volt hozzátartozék és tudtak fényképet adni, akkor az is veled adva, majd hozzátéve a könyvbe, meg hát sok minden. Miközben készültek a könyvek, az járt a fejemben, hogy ezek az 1700-as évek óta itt éltek, milyen szörnyű, hogy egyik pillanatról a másikra el kell hagyniuk az otthonokat, meséli. Akkor ezek leírták a észrevételeiket, meg hogy mi történt velük, akkor az ember úgy, ha belegondol abba, hogy most, amikor már nem azt az időt éljük, és hát mondjuk azt, hogy békében vagyunk, nem zargatnak, hogy most legyük föl, nekem is innen el kellene menni, és amit az ember 20, 30, 5 vagy 10 év, az annyi idő, amennyi idő alatt éppen megszerezte, azt most mind vissza lenne hagyni. Hát a dél, ha akárki belegondol ebbe, az még írja ezt a könyvet, meg más hasonló jellegű valamiket, akkor azért elgondolkodik rajta. Bár előkészületben van egy mözsi szótár, most már nem tervezi a kiadását. Pedig igazi helyi érték volna, hiszen olyan kifejezések gyűjteménye lehetne, amit sehol máshol nem értenek, csak itt Mözsön. Ahogy leírtam, nem biztos, hogy én úgy, tehát nyelvtanilag helyesen írtam le, ahogy itten kimondják azt a bizonyos szót.
Sipa például, hát azt az ásónak hívják, ásót hívják ki úgy, valahogy vagy az ásás, nem tudom. Hát aztán pontosan az, hogy lehet leírni, ugye H vagy mi, hogy vannak benne, E meg I, azok hát valamikor 80 éve vagy 70-valány éve tanultam németet, de hát a mözsi az megérti, csak mondjuk egy másik német valaki nem biztos, hogy ugyanúgy fogja kiejteni, amit én leírtam, mint a mözsiek. Tehát azt valakinek, aki nyelvtanilag totál, hát az gondolom majd ezen tudna lehet. Biztos van benne hiba, hát ennyi szónál. Szóval kéne valaki, aki ezt rendbe teszi, mondja, hogy a mözsi nyelvnek ez a különlegessége mégiscsak fennmaradjon. Ennyi volt már a Telena magazin, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!